Nos, sziasztok srácok! Ebben a mai videóban a tegnapi frissítésről lesz még mindig szó, ugyanis azóta jöttek még leakek, illetve megmutatom nektek, hogy mi változott a szigeten a tegnapi frissítés óta. Meg persze, most már lehet tudni, hogy a Daredevil bajnokság pontosan ma hány órakor lesz. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghostwing Rider. Ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Köszönöm szépen a támogatásod! Szerintem így a videó elején először nézzük is meg, hogy mi változott a tegnapi frissítés óta. Már a lobbyban a Battle Pass részén észre lehet venni, hogy az a holografikus térkép megváltozott. Most már egy hatalmas vörös nyillal jelzi, hogy ott van Galactus a szigetünkön. De nem csak a lobbyban, hanem a játékban is már szintisztán lehet látni Galactust, szóval már nagyon közel jár. Lehet, hogy már most október végén Halloweenra ide fog érkezni, és a Storm King helyett ő lesz az új boss Halloweenkor. Őszintén szóval remélem, hogy nem, ugyanis szerintem Halloweent hagyják meg Halloweennak, Storm Kingnek, hanem Galactus majd szépen Halloween után novemberben elég lesz legyőzni. Egyébként is Galactust könnyű legyőzni. A sziget is szépen folyamatosan változik át halloweeni stílusba, például már Sweetie-ben vannak ilyen halloweeni pókok és pókhálók. Természetesen másik városokban is lehet találni ilyen halloweeni házakat, mint például Pleasant Park vagy Salty. Amit lehetett sejteni, az az, hogy a Holly melletti épület az egy ilyen halloweeni bolt lesz. Ez a Hey Boo bolt, ha jól emlékeztek, Retail Row-ban volt régen, de úgy látszik, hogy egy teljesen új épületet kapott itt Holly mellett. Amint belépünk, látjuk még, hogy nincs kész, hanem még felújítás alatt áll, szóval erre még várni kell. A másik érdekes dolog az elhagyatott Authority-ben van. Ugyanis a felső szinten megjelent Midas aranyszéke. Ugye már mentek a teóriázások, hogy Midas szelleme visszatér, és pont meg volt tippelve, hogy erre a területre fog visszatérni, ugyanis ez volt a régi agency, ez volt a helye. Ez a hely meg pont megfelelő lenne egy ilyen szellem tanyának, ugyanis ugye ki van halva az egész, le van sötétítve, nagyon sötét van itt meg minden, illetve volt egy challenge itt, hogy ugye pókhálózzuk ki ezt a helyet, szóval minden összefügg, már csak a szellemet kell megvárni. De mi a helyzet a Fortnite mérzel? Mert nem csak én éreztem úgy, hogy ez a frissítés olyan kevés, nem volt benne semmilyen LTE, ingyenes challenge, semmilyen, mert ugye tavaly is ott volt a Storm King, azelőtt ott volt a kocka, meg ott voltak a zombik, most meg semmi nincs. Nos, ez azért van, mert lesz még egy frissítés. Ha visszatekintünk a régi Fortnite mérzes dátumokra, hogy mikor is jött pontosan a frissítés, akkor ott van a legelső, az 25-e, a 2018-as 24-e, és a 2019-es 29-én jött. Ami azt jelenti, hogy ez a tegnapi frissítés nem a 100%-os halloweeni frissítés volt, hanem ez majd csak hónap végén jön. Ejtenék pár szót a Daredevil Cup-ról is, ugyanis kiderült a pontos dátuma, amit játékon belül meg lehet nézni. Ami pontosan ma lesz, ugye délután 6-tól egészen este 9-ig, szóval akkor lehet nyomni ezt a bajnokságot, de mindenki meg tudja tekinteni a lobbyban a kompetitív résznél, pontosan mikor lesz, de ekkor lesz. Ahhoz, hogy megnyerd a skint, benne kell lenni az Európában a top 800-ban, illetve kell hozzá two faktor, szóval anélkül nem lehet nyerni. Ja, és itt megemlíteném, hogy a skin egyébként 17-én kerül be az Item Shopba, akire nem sikerül megnyerni, az meg tudja venni később. Érdemes legalább egy meccset lejátszani, ugyanis ha meg akarjátok szerezni a Nexus-os glidert, ami nem a legjobb, de ha ingyen meg akarjátok szerezni, mind a négy bajnokságon legalább játszani kell egy meccset. Jönni fog egy vadonatúj LTM, a Rally Royale. A Rally Royale egy autós LTM lesz, ahol versenyezni kell egymás ellen, közben gyűjtögetni ilyenféle jegyeket. Hála leakereknek már lehet látni nagyjából, hogyan fog kinézni ez az egész. A bokros skin, a Bushranger kapni fog hamarosan egy őszi stílust, ugyanis a fájlok között már bent van, sőt a csákánya már kéz is van. Így, most már csak a téli kinézete hiányzik, utána már megvan az összes évszak.
Rátérve a tegnapi item shop leakre, ezek szerint nem volt helyes vagy hibás, vagy nem tudom, de elég sok leaker kirakta, hogy ilyenek lesznek bent az item shopban, ugyanis a Reaper kasza bekerült, szóval ami ugye nem volt ezen a képen, szóval nem biztos, hogy igaz. De az esély megvan arra, hogy ezek a skinek, amik itt vannak a képen, bekerüljenek, illetve ezeken kívül még kerüljenek be skinek, például a Jack Gordon. Kilikeltek egy újabb backblinget, ami számolja a killeket, ha tippelnem kéne, a Rally Royalehoz lesz köze. Tudtátok, hogy egy évvel ezelőtt ilyenkor a fekete lyuk event volt? Pontosabban tegnap este volt a The End event, ugye egy évvel ezelőtt, szóval ilyenkor a mai nap folyamán a fekete lyukot kellene néznünk. Egy éve, hogy lezárult az első fejezet, és megnyílt a második fejezet. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt 3,5 season ment le, ami szerintem elég kevés a régiekhez képest. Sajnos leginkább a Season 1 miatt történt ez, ugyanis a Season 1 rengeteget csúszott, ha jól emlékeztek vissza, majdnem hogy 2 seasonig tartott. Season 2-ben is volt egy kis csúszás a Season vége felé, de nem volt olyan durva. Season 3-ban pedig egyáltalán nem volt Season csúszás, pedig már rendes, megszoktuk. Mondjuk nem is bánom, mert szerintem ebben a második fejezetben a Season 3 volt a leggyengébb Season. És most pedig itt vagyunk Season 4-ben, ami elméletileg november 30-áig fog tartani, persze ha nem csúszik, de eddig még nem tudunk róla. Ha esetleg csúszna is, akkor remélhetőleg max 1-2 hetet, nem hónapokat. Aztán ott lesz a DC-s Jokeres bundle is pont november végén, úgyhogy remélhetőleg a következő Season nem DC-s lesz, szuperhősös, mert szerintem ez a Season pont elég volt a szuperhősökből. Az nyugtat meg, hogy a Season 5 a belsős információk szerint full karácsonyos lesz, és ilyenek lesznek benne, mint például a Mézes Kalács Renegade Raider. Hát srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot és iratkozz fel, amíg nem vagytok, csengőt pedig nyomjátok meg, ha egyből értesítést akartok kapni az új videókról. A héten még várható videó, nem is egy, nem is kettő, hanem lehet, hogy három is, úgyhogy készüljetek. Viszont én mára mentem, Ghost Rider voltam, sziasztok!